Gyucska nyelvet, Gergő, van egy kis probléma, szétrepett az edény. Ne! Kérdezheted, hogy mihez kell ez? Levágom a szemét. Az Oreót. Háló! Há, srácok, üdvözlünk titeket! Mondtam, hogy üdvözlünk, de várjál, mindjárt kiderül, hogy miért. Üdvözlünk titeket itt a konyhánkban ismételten. De rég volt már innen videó, és Halloween van, 31-e van októberben, és hát... Most csináltam volna azt, mint az összes többi videós, meg én előző években. Tököt faraghattunk volna, már meg volt. Sminkelhettük volna egymást, már meg volt. Süthettünk volna, már meg volt. Nyugi, lesznek még ilyen tartalmak, de most úgy döntöttem, hogy hagyd ne töltsem már én fel az október 31-én a 126. tök faragás a barátnőmmel videót. Ezért úgy döntöttem, hogy a barátnőmet ide kéne spónolni, csettintsetek velem. Sikerült! Remélem velem csettintettetek. Sziasztok! Szóval úgy döntöttünk nektek... Szóval úgy döntöttünk, hogy díszíteni fogunk halloweeni, gyorsan elkészíthető, otthon is könnyen elkészíthető sütiket fogunk díszíteni. Segíts kérlek, mit fogunk csinálni? Hogy mit fogunk ma csinálni? Olyan édességeket készíteni, amit ti is otthon el tudtok könnyedén. Ja, bocs, igen, ezt fogjuk csinálni. Vettünk rengeteg mindent, mindjárt meg is mutatjuk nektek. És mégis halloween lesz. És mégis halloween lesz. Egyszerű lesz, halloweeni, szórakoztató, király, és a legfontosabb, finom. Mert ez a lényeg. Finom. Finom! Hát ez volt az ötödik pont. Szóval, hogy miket is fogunk most használni, van itt nekünk Oreo, van itt nekünk fehér csoki, tejcsoki, étcsoki, van itt nekünk porsugár, vannak nekünk pálcáink, vannak porsugár, porcukor. Van itt díszítő cukormáz, egy-két érdekes halloweeni cucc, egy-két gumicukor, egy-két M&M's vagy M&M's, ki hogy szereti mondani, tortadísz, tortadekor, zsumiszukó, és King elővett egy tálcát. Meg egy tálcát. Na de mit szólnál, hogyha amúgy versenyeznénk, hogy ne legyen ilyen unalmas, hogy csak szimplán mind a ketten összedolgozunk, legyen egy csata, hogy beleírhassam a címbe, hogy VS. Barátnőmmel versenyeztünk. Ki akarsz kapni? Na jó, hát akkor nézzük, hogy miket tudunk itt összehozni. Szóval, én először egy oreós szellem pókhálós sütit szeretnék létrehozni, úgyhogy ehhez kell lesz nekünk Oreo, továbbá kell nekünk olvasztott csoki. A csokit azt úgy tudjuk egyszerűen olvasztani, nem, hogy beleteszem egy tálkába és megmikrózom. Halára szétmikrózom, amíg annyira fáj neki, hogy megfolyik. Fogunk csinálni, mi ez? Fehér sokolátát, és fogunk csinálni tej és étcsoki keveréket, hogy finomabb legyen. Úgyhogy szerintem én ezeket széttöredezem egy tálkába, vagyis kettőbe, mert ugye kettő van. Szóval itt is van a két tálkánk, úgyhogy törjük is fel a sokoládét. Imádok csokit törni, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Tudom, ti csokit szerettek enni, igaz, az jó. Na törjük szét, tegyük bele, mikrózzuk meg, és aztán mártjuk az Oreót. Úgyhogy ha gondoljátok, és van kedvetek, akkor csatlakozzatok hozzánk, és kezdjétek el ezt velünk csinálni, mert ezek olyanok, amiket otthon egyszerűen meg tudsz csinálni. Azért láttátok, milyen profi módon feltörtem? Profi vagyok? Profi vagyok? Profi vagy. Profian tudok csokit törni. Ez most a tejcsokoládé, és akkor ezt hozzákeverjük az étcsokihoz, és akkor mégis sötétebb színű lesz, de mégis ízletes lesz. Értek? Trükk! Ó, Kinga éppen zöld festéket kever, ezzel a falat fogjuk lefesteni. Szabad lopni a csokiból, ha még anya nem látja. Ha ez megvan, akkor megnézzük, hogy belefér-e mind a kettő a mikróba, szerintem egyszerre nem. Vagy lehet. Nem fér be. Akkor kezdjük először a sima csokival, nem a fehérrel, ami ét és tej. És hát mikrózzuk meg! De hogy addig se tétlenkedjünk, én felbontom a Oreót, Kinga zörög, szabotál, felbontom az Oreót és megpróbálom nem összetörni, és kérnék egy olyan doktornéni adja pálcát, amivel tudjátok az orvosnál kinek, hogy nyújts ki a nyelvet, Gergő, és most a nyálas részét beledugom az Oreóba. Szóval Oreót itt, így. Hú, várjál, szétnyílt. Hú, ez nem is lesz olyan egyszerű. Hát, mert túl erősen. Várj, akkor ezt félreteszem. Még egy. Van sok Oreo. Várj, leszedjük ezt a fejét. Na, megpróbálom óvatosan. Ez széttört.
Következő. Nem olyan egyszerű, mint aminek látszik. Jó, úristen, egy megvan. Egy Oreo pötty. Jó, kéne mondjuk még egy, legalább kettő legyen. Keretek mi... Te mit csinálsz? És a tálcán nem baj szétfofolni? King amúgy puszedlít zombit. Hát ződít. Piskótát. Piskóta? Mennyit kell ennek a csokinak szerinted? Hát azt kéne kevergetni, ne égjen oda a szél. Micsoda? Oda ég? Éget sokoládé? Na, kettő készen van. Nekem kettő elég is ez a kísérlethez. Ú, de finom! Ú, de meleg! Ez a csoki már mindjárt kész. Úgy lenyalnám, csak ilyenkor vigyázzatok, mert tűzforró, vagyis elég... Nem. Amúgy te nem is mutatod meg a videóba. Vettünk ilyen, ez linzer, igaz? Nem. Isler. Vettünk Islert is, meg egy ilyen érdekes töltőkészüléket. Cukormász. Cukormász töltőkészülék, és akkor Kinga már is kezdi kenni a dolgokat. Van egy kis probléma, szétrepett az edény. Ne! De! De csak kicsit. Még nem folyt ki. SOS esetleg. Na, reméljük ez nem fogja megadni magát, úgyhogy ez is mehet be. Körülbelül olyan 2,5 perc volt. Szóval itt is van, kicsit megrepett a tányér, de nem probléma, ez minket ettől nem állít meg. Összekeverjük a csokoládét, úgy de jól néz. Ez közelről is látnotok kell, ezt nézzétek, mi gyönyörűséges. Megkavarod, ja, te már éppen dolgozol. Kavarod már meg a kis satisfying érzés kedvéért. Oh man, milyen jól néz ki, és mutasd a tiédet közben. Te pedig... Hú, hát azok már... még készülnek, meg most ugye kicsit száradnia kell. De jól néz ki. Ez pedig majd egy pókháló. Pókháló. És közben készül a mikróba a fehér csokoládé. Nézzük a fehér csokit is, reméljük ez nem repeszti meg a tányért. A fehér csoki jól viselkedik. Az nem repeszti. Na de ezt viszont én már nyomnám bele, mert félő, hogy ugye... Hát megszilárdul újra. Úgyhogy, hú, ez amúgy nem elég csoki, hogy belenyomjam, nem baj. Nyomjuk így, és megöntözém. Hú, ez de kár, nem látjátok közelről. Most éppen a csokit, az Oreót csokoládéban fürdetem. Na ki mondhatja ezt el magáról? Look at that! Na ezt most lecsöpögtetjük, megvárjuk ezt a fél órát. Nézd már, milyen jól néz ki, és milyen jó lett, ha van. Egyiket ide leteszem. És akkor nézzük közben a fehér csokit. Aha, csak ez odaéget. Az istenit, hogy az egyik elrepeszti az edényt, a másik meg odaég. Na felvettem Thanos kesztyűjét, mert ehhez akkora erő kell, hogy én ezt kivegyem innen. Hú, ez nagyon odaégett. Lehet, hogy ennek csak a teteje lesz fehér csokis. Mit csinálsz? Közben te is beszélj, mert csak én beszélek. Jújújújúj, hát ezt elcsesztett, szerelmem. Mi történt? Mondjad. Hiba történt a Matrixban. Hiba a Matrixban, mert... Na, így megoldottam. Az elejére sikerült. Úgyhogy ezt így letesszük. Na, azt mondja, hogy ez a... Ide jön, és akkor én is hozok egy islert. Hú, ezek nagyon melegek. Na, már ettünk egy tárcával. Csst, ezt nem mondd el a nézőknek. Ezt nem kell tudniuk. Na, kiveszek egy olyat, ami nincs összetörve, mert sajnos összetörik. Éni, hát ennek leszakadt az alja. Ne idegesíts már, nem baj, úgyis a teteje a lényeg. Na jó, akkor én lehoztam a pirosat addig, és akkor hát teszteljük le. Mit csináljunk neki? Legyen szeme. Nem tudom ez még hogy működik, úgyhogy... Ó, júj, elcsúszik rajta. Piros orra, piros... Nem, na várjál, legyen ilyen érdekes szája neki. Na, egy tiszta ijesztő Halloween, nem? Halloween! 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 Közben ne felejtjétek el, még a szavazatotokat meg tudjátok változtatni. Ott van oldalt a szavazófül. Kompatibilis. Kompatibilis. És most jön az én trükköm. Ezt hagyd mutassam be itt közelről. Van ez a cukorka. És ez nagyon aranyos, és mondtátok, hogy be mi a Halloween-i. Hát figyelj. Kérdezheted, hogy mihez kell ez? Hát levágom a szemét. Nem találtunk szemgumicukrot. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy levágjuk egy gumicukor szemét.
Ezt ne próbáljátok ki otthon. Egyszerűbb, ha lerágjátok. Rágjátok le, így né, tessék. De jó amúgy. Ugye? Na és elérkezett, amire vártunk. Először a kihívóit mutatom. Kinga, kérlek, mutass be sütjeidet. Ez egy nem ijesztő. Igen. Inkább kisé lányos. Ja, de én meg az első mutatom. Ja, jó, hát én egy... Akkor mondjad. Őróla szóval lesz szó. Igen, ez a kicsit lányos, őszies, hangulatú Oreo. Igen. Ez egy mumi, ezek zombik. Amúgy nagyon jó. Ez pedig egy pókháló is ott. Nagyon szép a pókhálód. Tudom. Lord. Én a tiédet is megnézném. Na, hát akkor nézzük az enyémet. Az enyém, ez egy szellemszörny, ami... ez egy szellemszörny. A következő, az egy nagyon ilyet linzer, akinek elfolyik a belseje, úgyhogy ezért sikít. Ez egy malac akkor. Itt van a két rémült, itt a rémült Oreo, ez pedig az ijesztő zombi Oreo, és egy űrlény az űrből, aki csak azért érkezett, hogy elrontsa a Halloweenunk. És a pók barátunk, aki szétszűrte az Oreót. Mi ez a pókháló? Mi? Ez nem pókháló. De ez a pók éppen szétszűrte az Oreót. Ez nem tudom. Sose szűnek így. A következő pedig egy nagyon rémült játékkarakter a Gergő univerzumból. Az én fejemből. Úgyhogy ezek, ami nagyon gyorsan elkészíthető, nagyon vicces Halloween-i kreálmányaink. Esetleg, ha ti is csináltatok, azt osszátok meg velünk. És nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, reméljük tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor veressetek rá jóra és a lájkot. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hát találkozunk holnap, és minden egyes nap, ha feliratkozol, úgyhogy... Iratkozzatok! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Sziasztok.